innen is szeretettel köszöntelek benneteket. Oké. A Józsefvárosi Református Gyülekezetnek a gyülekezeti termében vagytok most, és én is. És néhány szabadszoftveres találkozom, vagy open source meetupon én is részt vettem, és így a személyes életemben ez csak így berobbant ez a világ. Én nagyon élveztem ezeket a találkozókat, még akkor is, ha csak a felét értettem, hogy miről szólnak az előadások. És a gyülekezeti szolgálatunkban különböző helyeken, majd erről is fogok mesélni, használunk a szabadszoftvereket egyre tudatosabban, úgyhogy ezért is ajánlottuk fel azt a lehetőséget, hogyha szeretnétek és úgy érzitek itt adatokat, akkor tartsátok itt a meetupokat, vagy tartsuk itt a meetupokat, úgyhogy megmondjátok, hogy mi a jó, meg mi a rossz, és igyekszünk alkalmazkodni hozzátok. Ez a gyülekezet egy kórosan missziós, kifelé mozduló gyülekezet alapítása óta, több mint 100 éves egyházi léptékekkel nézve ez egy fiatal közösség, és a kezdetektől kezdve folyamatosan erős társadalmi szerepet vállalt. A 19. században prostituáltakkal foglalkoztak, most a 20. században ugyanúgy foglalkozunk a józsefvárosi prostituáltakkal. Az akkor foglalkoztak a társadalmi leszakadt rétegekkel, nagyon szegénységben élő emberekkel, most ugyanott tartunk 120 évvel, lehet, hogy 120 év múlva is. Sok érdekes dolog történik a gyülekezetünkben, de erről majd szívesen beszélek nektek személyesen. És amit én elkezdtem szabadszoftvereket használni, egyáltalán nem volt ez egy tudatos döntés, végképp nem volt világnézeti, végképp nem volt ideológiai, hanem csak így belecsöppentem, hogy tönkrement a Windows-om, elszállt volna minden cucc, és találtam egy kis parancsoros termináros valamit, amivel vissza lehetett hozni, és emiatt nagyon örültem, és utána elkezdtem Linux-ot használni. Viszont ahogy én ezt elkezdtem használni, és ha nem csak a gyülekezetünk kórosan kifelé mozduló meg aktív, hanem én is, amit szeretek, arról nem tudok hallgatni. Úgyhogy mivel megszerettem ezt a világot, ezért mindenkinek ezt ajánlatom, mindenkinek a számítógépét ezt telepítem, hogyha nem néznek oda egy 20 percre, akkor már ott van rajta. A gyülekezetben is minden gépet legyalultunk, a cigányokkal foglalkozó tanodánkban is, mint csak ilyen szoftvereket használunk. És miközben ezeket csináltam, észrevettem, hogy egy csomó mindenben, tehát nagyon sok közös értéke van a keresztény hitnek és a keresztény világképnek a szabad szoftvereknek az ideológiájával. Ugye a szabad szoftverek használata az nem csak praktikus, meg sokszor olcsó, hanem ez kifejezetten egy elvi vagy világnézeti, etikai kérdéseket is bevon. És azt gondolom, hogy az egyház nagyon sokszor úgy definiálja magát, hogy az egyháznak van mit mondani a világban, és az egyháznak valamit adnia kell ebben a világban. És nekem több pozitív volt látni azt, hogy a szabadszoftveresek is, vagy a szabadszoftver mozgalom is így definiálja magát, hogy valamit adni kell ebben a világban, és van valami adnivalónk a világban. Úgyhogy én most nem arról szeretnék beszélni, hogy az egyháznak mi a mondani valója így a világban, hanem arról, hogy nektek, akik a szabadszoftvereket szeretitek, nektek milyen lehetőségeitek vannak, vagy milyen találkozási pontjaitok vannak arra, hogy az egyházban népszerűbbek legyenek a szabad szoftverek, és én ezt nagyon szeretném, tehát álmom, hogy minél több fórumon és minél több szinten megvalósulhasson. Úgyhogy ezeket a találkozási pontokat szeretném az előadásomban bemutatni, és abban bízom, hogy ezek inspirálnak titeket arra, hogy segítsetek nekünk, vagy közösen dolgozzunk. Mielőtt bármit is mondanék, egy csomó mindent lehet érteni, minél inkább filozófiai vagy ideológiai kérdésekről beszélünk, annál inkább vegyes az, hogy ki hogyan definiál egy-egy szót. Úgyhogy én most nem szeretném egyetemesen definiálni, mi a vallás, mi a hit, mi a spiritualitás, csak azt mondom röviden, hogy én ebben az előadásban a következő 17 percben hogyan használom ezt a három szót. A vallás, amikor azt mondom, hogy vallás, akkor ez alatt egyfajta szokásrendszert értek, amit az emberek azért követnek, mert meg szeretnének felelni egyfajta értékrendnek. Ez történhet félelemből, történhet bűntudatból, történhet azért, mert szeretnének megfelelni egy családi hagyománynak, vagy egy társadalmi elvárásnak. Tehát ezért mondom, hogy a vallás az én szóhasználatomban ebben az előadásban most ezt jelenti egy kívülről motivált vallásosság. Amikor pedig hitről beszélek, akkor egy belülről motivált dologról beszélek,
ami, ha kívülről nézzük, akkor ugyanúgy néz ki mind a kettő, mint a templomban jár, Istenről beszél, ilyen kis áldatos manó, de hogyha megismered ezt a két különböző embert, akkor azt látod, hogy egészen más motivációval érkeznek meg ugyanoda. És akár a vallásszót használom, akár a hitet, most én református lelkészként keresztény értelemben használom ezt. És azért írtam ide a spiritualitást is, mert hogy vannak, akik azt mondják, hogy amikor azt mondom, hogy hát a vallás az sokszor csak félelemből vagy szorongásból fakad, azt mondják, hogy aha, igen, igen, egyetértek veled, a spiritualitás a fontos, hogy mindenki higgyen magának. Én most nem a vallást állítom szembe a spiritualitással, hanem a vallásos kereszténységet, a hívő kereszténységgel. Oké? Okay? Tehát, hogy nem a bármiféle transzcendens nyitottságot, hanem kifejezetten a keresztény értékrendet, a világképet. Az egyik ilyen közös érték, vagy ilyen találkozási felület, amit látok a szabadszótferes értékek és a keresztény értékek között, az, hogy az embernek meg kell adni azt a szabadságot, hogy megismerje azt a világot, amiben él, és azokat a dolgokat, amihez hozzányúl. Sokszor az a kép a kereszténységről, hogy a kereszténység megpróbálja elzárni az embereket a valódi tudástól. És akkor lehet hozni a középkori történeteket, hogy a nap kering a föld körül, vagy a föld kering a nap körül, és hogyan próbálták ezt szegény Kopernikuszékat kicsinálni, mert hogy a... Csak megszokom ezt. Mert hogy a vallás az csak a saját hatalmát akarja fönntartani. De valójában az, hogy a tudásnak a kiváltságosoké legyen, az csak akkor fordul elő a keresztény hitben, amikor intézményessé válik, és amikor csak a hatalomról vagy politikai érdekekről szól. De a bibliai emberkép szerint a tudásnak mindenki számára elérhetőnek kell lennie, és az a világ, amiben a keresztény hit szerint Isten teremtett bennünket, az nem csak hogy megismerhető, hanem meg is kell ismernie. És akkor itt jöhet a klasszikus történet, amit mindenki ismer, Ádám és Éva története, meg a tudás fája története. Hogy Isten vajon miért tiltotta meg Ádámnak és Évának, hogy szakítsanak arról a nyomorult fáról. Egyesek fejében ez almaként él, egy reneszánszkori festmény ábrázolás miatt, hogy Isten miért tiltotta meg az almafát. Soha nem tiltotta meg a bibliai beszámoló szerint azt, hogy almát tegyünk. Azóta se halt bele, legalábbis az ismerősen közül senki, hogy almát tegett. Mások pedig azt mondják, hogy a vallás a tudás akarja elzárni az emberektől a megismerés jogát, azért, hogy mivel csak a papok tudnak olvasni a középkori világban, ezért ők lehetnek az ismereteknek és a tudományoknak a birtokosai, és olyan tömegeket tudnak ezzel irányítani, amilyeneket akarnak. Viszont a bibliai beszámoló szerint Isten nem a tudás fáját tiltotta meg az embertől, hanem a jó és a rossz tudásának a fáját, hogy arról nem szabad enni. És ez tök más. Úgy is lehet ezt fordítani, hogy a jó és a rossz ismeretének a fája. És az a héber szó, ami itt a Bibliában van, ez az ismeret, ez nem olyan ismeret, mint amikor olvasok egy könyvet, mert tanultam valamit, és utána ismeretem van róla. Hanem olyan ismeret, mint amikor valamit saját tapasztalatommal megismerek, tapasztalati úton. Illetve a szexuális kapcsolatra használjam még ezt az ismeret szót, hogy a férj bement a sátorba és ismerte az ő feleségét. Hát nyilván nem ott ismerkedtek meg. Tehát ez az ismeret egy egészen valós tapasztalat. Egy gyerekkori sztorim, ez fejezi ki számomra legjobban, mit jelent a Bibliában az ismeret. Az, amikor csupasz fenékkel álltunk a kályha mellett, fürdés előtt voltam, vagy 5 éves, és azt próbálgattam, hogy mennyire lehet közel menni a forró kályhához, hogy az még meleg, de ne forró legyen. És úgy megégettem a seggem. Nagyon durva volt. Tehát ismeretet szereztem arról, hogy mit jelent a forró, a kályhának a forrósága. Szóval, amikor a Biblia azt mondja, hogy Isten megtiltotta az embernek a jó és a rossz tudását, akkor a jó és a rossz ismeretét tiltotta meg. Elsősorban itt a rossz ismerete a hangsúlyos. Tehát, hogy Isten azt várta az embertől, hogy ne nyúljon bele a rosszba. Hogy ne nyúljon bele abba, ami fájdalmas. Ettől próbálta elzárni. Tehát, az én látásom szerint a kereszténység nem akarja az embereket elzárni a valódi tudástól, sőt, bátorítja arra, hogy ismerd meg azt, amit használsz. És a szoftvereknél ezzel találkoztam, hogy legyen elérhető a forráskód, lehessen megnézni, hogy hogyan működik, és lehessen átlátni azt, hogy pontosan tényleg mit csinál az a program a számítógépemen. Erre ez egy szerintem egy közös pont. A másik az alkotás szabadsága. A vallásos emberekről nagyon sokszor az a képe a nem keresztény vagy nem vallásos embereknek, tök jogosan, hogy szeretik a meglévő kereteket, és az a néni, aki X padban ül már 15 éve, szeretné a következő 60 évet is ugyanabban a padban, lehetőleg ugyanazon a helyen eltölteni.
hogy a vallás beéri a meglévő kereteknek a fenntartásával. Vigyázni, nehogy új zene jöjjön be az Isten tiszteletre. Vigyázni, nehogy valami másképp legyen, mint ahogy szokott. És a vallás képével gyakran összetársul annak a képe, hogy nem szabad változtatni, nem szabad hozzátenni, hanem csak a régit kell megőrizni, ez a hamis értelemben vett konzervativizmus. Viszont én úgy látom a Szentírás alapján, hogy az alkotás az nem csak lehetősége az embernek, hanem kifejezetten egy mandátuma, egy Istentől kapott küldetése, amit nem opcionális, hogy csinál vagy nem csinál, hanem tennie kell. Úgy ír a Biblia az emberről, hogy az ember Isten képű. És ezt gyerekek meg szokták mosolyogni, hogy hát Isten képű az ember. És akkor benéz a tükörbe, hogy úgy néz ki, mint Isten. Hát úgy nézett ki, mint Isten. Tehát nem ezt jelenti az Isten képűség, hanem az egyik értelmezési lehetőség szerint az Isten képűség azt jelenti, hogy Istennek különböző tulajdonságaival rendelkezik az ember, vagy rendelkezett az ember. Például képes szeretni, képes önmagáról gondolkodni, képes a világot értelmezni, képes alkotni. És az alkotás, hogyha tényleg a keresztény hit szerint az Isten képűségünkből fakad, akkor igenis jogunk van ahhoz, és kötelességünk az, hogy ebben a világban építsünk, újat hozzunk létre, összeeszkábálni dolgokat, szétszedjünk és újra összerakjunk. Ami a 21. században az informatika világában, ez csak annyi, hogy egy új tér nyílt meg erre. Tehát azt gondolom, hogy ez egy ilyen találkozási pont, hogy a szoftverekre is igaz, hogy az embernek joga kell legyen ahhoz, hogy szétszedhesse azt a programot, és ahogy tetszik, összerakhassa. Mert ezzel megérheti azt, hogy ő ember. A harmadik ilyen találkozási pont, amit felfedezni vélek, az az adás szabadsága. A vallás annyit mond, hogy ne lopj. És ezzel a legtöbb vallás egyet tud érteni, hogy ne lopj. Viszont úgy látom, hogy a Szentírásban a hit ennél sokkal többről szól, nem csak azzal foglalkozik, hogy van előttem egy ösvény, egy értékrend, és ennek meg kell felelnem, be kell tartanom a különböző szabályokat, és hogyha elég jól csinálom, és nem rontom el nagyon, akkor talán majd a végén beengednek egy aranyozott kapun. Ez a vallásnak a képe. Viszont a hit az nem a kereteknek akar megfelelni, hanem egyfajta személyes tapasztalatra épül. Egyfajta személyes Isten élményre, vagy Isten ismeretre, vagy egy személyes, akár kognitív meggyőződésre. És itt fordul át ez a dolog, hogy nem csak azt szeretném, hogy megóvjam magam attól, hogy ártsak a világnak, nem csak azt szeretném, hogy ne lopjak és ne vegyek el a másik embertől, hanem lenyűgöz az, hogy én mi mindent kaptam. Mondjuk ez a keresztény világkép esetében lenyűgöz az, hogy Isten egy ilyen világba teremtett engem, és hogy akkor ezt szeretnék valahogy hálával élni az életemet. Vagy amit mondtam az előbb, hogy az a kis parancsoros szkript, amivel visszatudtam hozni az elszállt adataimat, annyira lenyűgözött, hogy korábban hiába próbáltam ki különböző disztrókat, semmi nem tudott meggyőzni arról, hogy nekem Linuxot kéne használnom. De az, hogy valaki a szabad idejében programozott valami olyat, ami az én összes adatomat, összes fényképemet és összes egyetemi dolgozatomat megmentette, azt kerestem, hogy hol van a donate gomb, pedig egyetemistaként nem volt sok pénzem, hogy nagyon adakozzak. És egy kicsit hasonló a motivum itt is, hogy az az ember, akinek van egyfajta ilyen személyes Isten élménye, vagy egy meggyőződése, az lehet látni, hogy sokszor ez a fajta hála jelent meg az életében. Hogy nem csak az a szorongás tölti el, hogy nehogy elrontsak valamit ebben az életben, és nehogy hibázzak, hanem szeretne valamit visszaadni, akár Istennek, akár az emberi közösségnek a társadalomban. És a szabad szoftvereknél ugyanezt láttam, hogy nem az az elv, hogy ne csak szétszedhesd és összerakhasd, változtathasd a programot, hanem ezt lehetőséget legyen tovább is adni, és hogy mások is hozzáférhessenek, és ugyanezeket a dolgokat megtehessék vele. És ezek a találkozási pontok úgy gondolom, hogy két szintre is legyűrűznek, az egyik az egyéni etikai szint, a másik pedig az egyház, mint intézményes szint. Egyéni etikai szinten a vallásos emberek sokszor azt gondolják, hogy van a valódi életem, meg van az egyházi és a vallásos életem. Van egy Isten tisztelet, ahova elmegyek vasárnap, hétfőn megjárok a könyvklubba, kedden meg a bélyeggyűjtőkhöz, nem kedden a szabadszótelesekhez jár. És hogy az Isten tisztelet az is egy ilyen eleme az életemnek. És az, hogy mondjuk ehhez, hogy az életemben egyébként használok számítógépet és használok szoftvereket, az a vallásos embernek sokszor eszébe sem jut,
hogy ez a kettő egyáltalán találkozna, ez a két terület, hogy mi közel lenne az Isten tiszteletnek az informatikához. Az Isten tisztelet az vasárnap 10-től 11-ig van, az informatika meg hétfőtől szombatig. És legfeljebb ott, hogy szabad-e letölteni, vagy nem szabad letölteni. Viszont a keresztény hit szerint, különösen a református hit szerint, az Isten tisztelet az nincs templomhoz kötve, és nincs különös kultikus időhöz kötve, hanem az az ember, aki Istenben hisz, és van egyfajta ilyen Isten tapasztalata, vagy Istenről való meggyőződése, annak az Isten tisztelete kezd, vagy az élete kezd Isten tiszteletté épülni. Vagyis, hogy nem mondhatom azt, hogy életemnek egyes részei azok a kereszténységhez tartoznak, és vannak normális életem. Tehát, hogy vasárnap eljátszik, hogy milyen szép lenne, hogyha ilyen lenne a világ, és akkor van a hétköznap, ahol okosban azért meg kell oldani nekem is az adóbevallásomat. Tehát, hogy a keresztény hit szerint nem választható szét ez a két terület, és sokszor szerintem sok keresztény ember erre nem döbben rá, hogy amikor a számítógépet használja és a szoftvereket a kezébe veszi, akkor igenis egy etikai és világnézeti döntést is hoz azzal, hogy mit használ és hogyan használ. Egyházi szinten pedig, és én erre érzek nagyon erős motivációt, hogy az egyházban népszerűsítsük a szabad szoftvereket, több jó okunk is van. Egyrészt az egyháznak csak úgy önmagában is megérni, hiszen ami jó dolog van a szabad szoftverekben, az az egyháznak is jó. Az, hogy olcsó, vagy legtöbbször ingyenes. Másrészt, hogy biztonságos, ez most a kamerán fölmegy, de sok helyen látom az egyházban, hogy ami például adatvédelem vagy biztonsági kérdés, az röhely. Tehát, hogy igazán jót tenne, hogyha sokkal tudatosabban használnák a szoftvereket, és a szabad szoftverek előttök jó dolgokat adnának. Másrészt a társadalmi felelősség szempontjából is, az egyház Magyarországon kifejezetten nagy szerepet vállal az oktatásban, a közoktatásban és a felsőoktatásban is. És hogyha, hát ez mindig kérdés, először a rendszergazdákat kellene megnyerni annak, hogy ezt használják, vagy először az iskolavezetést, vagy azt, aki a pénzt adja a szoftverekre és számítógépekre. De azt gondolom, hogyha a gyerekek fölnőhetnének egy olyan közegben, ahol ők maguk fedezhetik fel az informatika világát, és nem csak azt kell megtanulni, hogy a Word-ben a file mentés gombra kell kattintani, és majd nem tudja megtalálni a másik programban, hanem ez egy ilyen kreatív, intuitív, alkotni képes oktatás lenne, akkor szerintem az nagyon jót tenne a társadalomnak is. Akkor is, hogyha nyilvánvaló, hogy a református iskolákból nem református emberek jönnek ki szalagon. De nagyon pozitív hatása lenne. A másik, itt a harmadik pont az alternatív oktatási szinterek. Itt a mi gyülekezetünknek van egy kezdeményezése, szeretnénk egy új református gyülekezetet alapítani itt a Magdolna negyedben, ami a 8. kerületnek a leghírhettebb része. Nagyon sok ember él ott, akinek nincs meg a 8 osztálya, nagyon nagy létszámban vannak jelen cigányok, nagy a bűnözés, a droga, a prostitúció, ilyesmi. És ott indítottunk el egyrészt hitéleti tevékenységeket, másrészt oktatási tevékenységeket, például tanodát. És azt látjuk, hogy a gyerekek egy képernyőért bármire képesek. Tehát az elején tök sok problémánk volt azzal, hogy hogyan motiváljuk a gyerekeket, meg hogyan fegyelmezzük őket. Egyrészt egy pontrendszer, egy kicsit ilyen gamification sokat segített ezen, másrészt az, hogy a jutalom a végén, hogy 30 perc számítógépezést kaphat. Ezért bármit megtennének. És a gyerekek általában nem érzékelik azt, hogy mi az operációs rendszer, vagy nem veszik észre, hogy éppen nem Windows fut ezen a gépen, ha megtalálja a kedvenc játékait, vagy nem is kell az játék, van olyan gyerek, aki egy számológép előtt el tud tölteni 5-10 percet, és nézi, hogy ezt nézd, mekkora szám jött ki. Tehát, hogy ezek a gyerekek, vagy ezek az alternatív oktatási szinterek, tök jó lehetőséget biztosítanának arra, hogy a szabad szoftvereket népszerűsítsük, és hogy ezek a gyerekek ebben nőhessenek fel, és gondolkodni és alkotni képes gyerekek lehessenek, olyanok, mint egy ilyen megműveletlen föld, amit már hosszú ideje, ha nem műveltél, akkor szinte az első magokra tök nagy termést hoz. Tehát szerintem érdemes lenne itt ebbe befektetni időt és energiát. Akkor a közösségi értékteremtés, az is lenyűgözött a szabad szoftveres világban, hogy milyen ereje van a közösségnek. Mennyi időm van még, mert nem látok a laptopon, még egy percen még van. Szuper. A közösségi értékteremtés, hogy amikor fölmentem az Ubuntu közösségre és kérdeztem, akkor nem csak azt a választ kaptam, hogy itt a fucking manual, hanem kaptam hasznos segítséget is, sőt, anyósomnak a tönkremet Word fájlját, a vadidegenek elkezdték megoldani, hogy ő el tudjon készülni bele a határidőre is. Szóval ez lenyűgözött.
És azt gondolom, hogy az egyházban nagyon sok ilyen altruista ember megfordul, akik szolgálatkészek, szeretnének a közösségért adni, és hogyha ők felfedeznék a közösségi oldalát a szabad szoftveres világnak, akkor ők nagyon aktív alkotóelemei lehetnének, és inspiráló tagjai ennek a közösségnek. Másrészt, hogyha ez egy szabadságjogi kérdés, és nem csak praktikus kérdés, hogy szabad szoftvereket használunk vagy nem, tehát tényleg olyan jog, mint a szóláshoz való jog, vagy a véleménynyilvánításhoz való jog, akkor erről tanítanunk is kell az embereket, és védenünk is kell ezt a jogot, és szerintem, hogyha ezek tényleg igazolhatóan ilyen szabadságjogok, akkor az egyháznak nem is annyira opcionális, hogy nyit-e a szabad szoftverek felé, vagy nem nyit. Köszönöm a figyelmeteket, és két bibliai idézettel traktálok még titeket. A Bibliában teljesen más szó, vagy más jelent a szabadság, de azt gondolom, hogy ide is rímel, mert mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte, ezért nehéz váltani az zárt rendszerekről. És ti testvéreim, szabadságra vagytok elhívva. Köszönöm. Ha van kérdés, akkor most válaszoljak? Nekem csak annyi hozzáfűzőm van, hogy egy kormányrendeletben szabályozták, hogy 2011-11. Hótól el kell kezdeni átállni szabad szoftveres formátumokra az iskolákba. Már egyéb ilyen intézményekben. Akkor mondani, hogy kettő az teljesen más dolog. Nem az van benne, igen. Hát, hát nekem volt olyan egyetemben olyan dolgozatom, amit visszadobtak azért, mert PDF-ben küldtem el. És nem tudod beleírni. Igen, nem ez a lényeg. Nincs több kérdés, akkor egy kicsi szünetet.